Kedves elsősök! Tudom, hogy a tanulás és a nevelődés nemes szándéka hozott benneteket ide. Ezért most az elsős avatás ünnepi perceiben fogadalmat tesztek. Álljatok fel! A szavaimat ismételjétek utána. Én, mondja mindenki a saját nevét. A központi általános iskola. Első osztályos tanulója fogadom. Első osztályos tanulója fogadom. Hogy mintaszerűen tanulok. Hogy mintaszerűen tanulok. Az órákat kitartóan látogatom. Az órákat kitartóan látogatom. Még izgalmas tévésorozatok idején is. Ha megtanulok írni, olvasni. Ha megtanulok írni, olvasni. Az ellenőrző könyvembe. Az ellenőrző könyvembe. Szüleim és tanáraim. Szüleim és tanáraim. Írásmódját nem gyakorlom. Írásmódját nem gyakorlom. Fát, azaz egyest. Csupán az erdőben kívánok látni. Csupán az erdőben kívánok látni. Nem pedig a bizonyítványomban. Nem pedig a bizonyítványomban. Ha így cselekszem. Ha így cselekszem. Szorgalomnak meg lesz a jutalma. Szorgalomnak meg lesz a jutalma. Leülhettek. Meleg szeretettel köszöntöm a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola kollégium és nevelési tanácsadó valamennyi tanulóját, a kedves szülőket, vendégeinket és a nevelőtestület tagjait. Kistérségi iskolánk új tagintézménnyel a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó nevelési tanácsadóval bővült július 1-től. Ez a magyarázata intézményünk névhosszabbodásának, ezt inkább a nagyobbak kedvéért meséltem most el. Kedves központis diákok, ugye egyetértetek velem abban, hogy a tanévnyitó nem a legkedveltebb iskolai ünnepetek. Nyugodtan bólincshatok, tudom én ezt jól, és a tanárbácsik, nénik is tudják. De akkor most figyeljetek! Pedig minden évben a belépő elsősök csillogó szeme, amit most is láthattam, az örömteli várakozás az iskolás lét büszkeségét jelzi mindannyiunk számára. Alig várják már a kis elsősök, hogy végre igazi elsősként hétfőn iskolatáskával beléphessenek ebbe az iskolaországba. Higgyétek el, hogy mi pedagógusok a szüleitekkel együtt azt akarjuk, hogy az iskola számotokra paradicsom legyen. Nélkületek ez soha nem sikerülhet. Közös munkára hívlak benneteket. Nekünk pedagógusoknak meg kell tanulnunk a ti szemetekkel is látni, a ti fejetekkel is gondolkodni, ha azt akarjuk, hogy szabad kommunikáció jöjjön létre közöttünk, partnernek tekinthessük egymást. Közös a célunk. Miért is járunk diákok nevelők iskolába? Na miért? Ti meg akartok tanulni valamit? Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben segítsünk nektek. Megtanulhatóvá tegyük a tudást. Életünk természetes része, hogy a jó és a rossz napjaink állandóan váltják egymást. Mi közösen tehetünk, azért rajtunk is múlik, hogy az új tanév sok-sok sikerélményt nyújtson számunkra, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És akkor egymás között is jól fogjuk érezni magunkat. Ehhez pedig mindenkinek el kell végeznie a munkáját. Komoly erőfeszítés nélkül nincs siker.